Jó! Csodálatos hétfőnk van ma. Egészen nyugodtan telt a hétfőm idáig, amíg rá nem jöttem, hogy mennem kell a könyvelőhöz. Nem rájöttem, édesnyi a szembesített vele, mert mondtam neki, hogy valamit elfelejtek. Úgy érzem, hogy valamit nagyon elfelejtek, de fogalmam sincs, hogy mit. Be van írva a naptáromba, de a naptárom még nem jelzett, ugyanis az pont akkor jelez, amikor indulnom kell. És édesanyja mondta, hogy könyvelőhöz kell mennem, úgyhogy gyorsan felöltöztem, összeszedem gyors a cuccaimat, amit vinnem kell, és induljunk könyvelőhöz. 2 hours later. Yay! Hazaértem a könyvelőtől, beugrottam gyors gyógyszertárba is, és most pedig kajálni fogok. Csináltam egy salátát, egy kis szafis tésztával, úgyhogy most ezt fogom gyorsan betáplálni a kis testembe, utána szerintem Benceék lassan hazaérnek, és kellene mennem lovagolni, van egy kis dolgom pluszban még kint, úgyhogy össze kellene kapjam magam, de mindenek előtt erre van szükségem. Szenved? Eléggé. Nem tudja felvenni azt, hogy ennyi itókánk van. Nagyon szeretnék valami nasit, de nem kifejezetten van nasink. Fókusz. Úgyhogy megeszek pár darab szilvát. Kedves bőrneből, tessék zérót csinálni. Ez a legjobb. Sour twist. Elmondom nektek, hogy egy az egyben zöld Skittles íze van. És nagyon szeretem a zöld Skittles-t, úgyhogy csak nem zéró. Mit csinálsz? Elbújtam. És vajon mit csinálhat Eli? Megvan a cím. Szellem jár a házunkban. Hey Siri, set up movie. Okay. Yay! Ennél rosszabb vagy gagyibb ötletem szerintem még nem volt, de lényeg a lényegben, hogy lemerült a kamerám tegnap előtt, viszont az elmúlt két napom az annyira szörnyűre sikerült, hogy nem töltöttem fel. És a fontos, amit el szeretnék mondani, az igazából az elmúlt két nappal kapcsolatban van. Nem is fogtok róla semmilyen klipet látni, nem videóztam, nem csináltam semmit. Tegnap előtt éjszaka, mondhatjuk, hogy nagyon rosszul lettem. Tudom elmondani, hogy mi történt, nem voltam dokinál, úgyhogy fogalmam sincs, hogy pontosan mi történt, de olyan érzés volt, mintha bedagadt volna a torkom. Levegőt kaptam, nyelni nem tudtam. Nyilván nem tudtam, hogy valamire allergiás reakcióm lehet, vagy milyen bánat történhet, úgyhogy mondhatjuk, hogy bepánikoltam, amitől hány ingerem lett, és felváltva működött ez a két dolog egészen mondjuk olyan 11:30-től reggeli 3:30-ig, ugyanis addig nem sikerült elaludni. Bence jött velem kocsikázni, sétáltunk, videókat néztünk, hogy próbáljon engem lekötni, hogy minél kevésbé figyeljek a torkomra. De mindegy, összességében nagyon rossz éjszakám volt, régóta nem volt ilyen rossz éjszakám, hogyha őszinte akarok lenni. A másnapom is hasonlóan szörnyűre sikerült. Tegnapi napom az elég sírós volt, szenvedős és fáradt, de egyébként 8:30 körül ettem először, addig egész nap nem kívántam semmit, aztán aludtam egy hatalmasat, és itt vagyunk a mai napon, és most megyek ki a lovardába, és túllendülve az előző napi szépen folytassuk a hetet. Tegnapi nap egy kicsit máshogy alakult, mint ahogy terveztem, de nem mondom, hogy rosszul. Láttátok, voltunk kajálni Olivérrel és Jászminnal este. Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon kellett egy kis dupla randi, egy kis elmenetel, egy kis beszélgetés, és nagyon jó volt. Kint vagyok lovardában, jöttem lovagolni. Ugyanis
Dezső Bence elment Németh Bálinttal a Bátszalókra egy kicsit kirándulni. Tartanak egy előrehozott pasis hétvégét. Ma csütörtökön és holnap pénteken vannak ott, aztán jönnek haza, én pedig ezerrel intézem a dolgaimat, úgyhogy most gyorsan lovagoljunk egyet, mert mára van még program bőven. Kitettem az állatot jártatóba. Mostanában azt szoktam csinálni, hogy felszerelem, kiteszem jártatóba, és mielőtt felülök, 30 percet sétál, úgyhogy mire én felöltözök, meg minden, addigra ő már készen áll a munkára, és biztosan sétál annyit, amennyire szüksége van. Júj! Majdnem elkapta. 3 hours later. Nem tudom, hogy mennyire fogtok hallani, illetve mennyire mozogtok, de képzeljétek el, hogy úton vagyok a Horzéba. Egy kicsit tovább tartott elkészülni, mint terveztem, és a lehető legunalmasabb outfitet sikerült összerakni. De ettől függetlenül elindultam, videó készül belőle, nagyon izgi, összeraktak nekem a csajok egy kis próbacsomagot az új dolgokból, versenyruhákból, ami érdekelhet. Úgyhogy, de mindegy, nem beszélek róla többet, nézzétek meg a videót, ott mindent elmondok, nem sokára találkozunk. 5 millió ing, egy csomó nadrág, és azt hiszem, hogy zakó is van benne. Ne haragudjatok, de be kell indítanom a kocsit, mert nagyon-nagyon meleg van. Na! Végeztem a Horzéba, bocsi, hogy megy elég kondi, de írtó meleg van, úgyhogy muszáj volt elindítanom. Indulok az Alléba, ugyanis a töketlen öcsémnek kell ajándékot venni, aki vasárnap lesz 20 éves. Nem segít, hogy milyen ajándékot akar, úgyhogy nem tudom miért, de az Under Armour sapkák a kedvencei. Hiába van 50 fajta baseball sapka, csak azt használja, úgyhogy elmegyek az Alléba, azt hiszem, hogy ott van egy márkabolt. Megnézem, milyen színű sapkáik vannak, és mindegyikből veszek neki egyet, mert jelenleg nem tudok jobbat. Viszont amiről ő nem tud, hogy édesanyától egy gép frissítést kap, ami azt jelenti, hogy nem tudom, hogy mit jelent, mert nem fejtette ki édesanyja, de egy új setupot fog kapni, azt hiszem. Vagy csak upgrade-elve lesz a mostani gépe, gőzöm nincs, de próbáltam rávezetni, hogy valami számítógépes játékot kérjen, de nyilván mivel nem tudja, hogy ezt fogja kapni, így nem kért, úgyhogy azt majd következőleg, hogyha találkozunk, akkor elviszem valahova és veszek neki. És jelenleg ez a terv, indulok, mert 7 óra és 9-ig vannak nyitva, úgyhogy 8 körülre odaérek, és minden király lesz. El se hiszem, hogy végre hazaértem. A lufi marad. Vettem Sanyinak egy 20-as lufit, már tudjátok, egy 2-es meg egy 0-ast. Meg kis talpat neki. A talpat azt összeszerelte a csávó, de a számlufikat nyilván azt majd ott a számos lufikat majd a helyszínen fogjuk felfújni. Viszem be a horzés cuccot, és itt vannak a körmes cuccaim hátul. Ha minden jól megy, akkor holnap szeretnék körmet csinálni, vagy holnap után, majd meglátjuk. De menjünk be, és elmondom a továbbiakat. Szóval villámgyors story time. Most leülök 5-10 percre egy kicsit. 8:45 van, ami azt jelenti, hogy nem túl sok időm van itt ücsörögni, mert nagyon sok dolgot szeretnék megcsinálni addig, amíg nincs itt Bence. Az első, amit nagyon nem szeretnék, de kell pakolnom egyet, mert katasztrófa, ami van. 3 adag ruha kimosva, megszárítva a gardróbba, várjam, hogy elpakoljam. És nem mutatom meg, hogy hogy néz ki a konyha. Ezen kívül szeretném az egyik videómnak felvenni a végét. Mondjuk mondhatom, MyUSS videónak szeretném felvenni a végét, ugyanis azt holnap szeretném kirakni. Ha ez nem jön össze, és nem leszek kész az anyaggal, akkor valószínű, hogy felveszem a következő Enjoy-os videót, amit lehet, hogy azután láttok, de szeretnék felvenni egy Jeffree's per Sephora-s videót is. A MyUSS-szel kapcsolatban itt is kell még... Ja, fel kell vegyem a horzésnak a végét. Bár ezt lehet holnap csinálom meg. Na mindegy, van még egy csomó dolgom, kedvem nyilván semmi, de minden király, lassan ennem is kellene valamit, és ja, elfáradtam, ez egy jó nap volt.
Nem tudom, ki emlékszik arra, hogy azt mondtam, hogy egy 5-10 percet pihenek, aztán kezdem. Másfél órával ezelőtt volt. Na mindegy, elkezdem felvenni a végét a videónak, és semmit se fogok már csinálni. Ma csinálok még kaját, azt megmutatom majd, de... One hour later. Felvettem, egy kicsit hosszúra sikerült. Szerintem jó lett, de hosszúra sikerült. Ez a nyomorult lámpa kiégeti a fejem, úgyhogy nem tudom, hogy mit fogok csinálni a színezésnél. Ha nem láttátok még a videót, akkor csekkoljátok le, mert szerintem tök király ez az egész oldal. Nem minden esetben éri meg, de amikor megéri, akkor nagyon. És ja, csináljunk kaját, mert meghalok. Ennél undiban kinéző kajám régen volt. Jéj! Megkívántam egy kis tésztát, elővettem rizstejszínt, és természetesen rizstésztát a változatosság kedvéért, és ez a lusta kajám, viszont egy fokkal még fentebb léptem, mint ahogy szoktam, ugyanis a zöldségeket se én kevertem össze magamnak, hanem mexikói fagyasztott keverékkel csináltam. De nagyon finom lett, úgyhogy gyorsan megkajálok. Megyek fürdeni, önbarnítózok, és meglátjuk, hogy hogy alakul még a mai nap. Kiértünk a lovardába a lehető legmelegebb időben, de megjöttünk, ahogy kiszállok, megmutatom, hogy mi van rajtam. Szóval az új szerzeményem. Lehet, hogy így jobban fogjátok látni. Fókusz. Vettem egy ugyanolyan gatyát, amit... pár hónappal ezelőtt, csak ilyen nagyon-nagyon jó kis világos színbe. Jövő héten érkezik a horzés videó is, úgyhogy abban látni fogjátok. Nagyon meleg van. Gyorsan iszok egy kicsit, felszerelem Enjoyt, utána megyek lovagolni. 2 hours later. Indulás haza. Elég nagy kupi van előttem, de készül a körmem. Hozzátenném egyébként, hogy ennél a tipnél jobban semmit nem utálok, de nem maradt más méretem. Az összes kedvenc tippem elfogyott, úgyhogy már csak ez maradt. És ha megnézitek, de koszos a körmem, ezt most csináljuk úgy, mintha nem lenne az. Csak buborékosan lehet felragasztani, sehogy nem fekszik fel tökéletesen, úgyhogy mennem kell majd új tippeket most már. Igen? Ez mi? Ez egy i5-ös processzor. Ami mihez kell? Ami egy szám. Ez egy processzor. Otthon van, közös ajándék. Nem, nem kell. Becsillogsz. Szerhozta. Hogy rágazom? Várjál. Nem tudsz pórékot fogni. Félek, mindig van rám ragad. Most kajáltunk meg. Még jön egy torta, és itt van az anyukám is a vlogban. Keletről fogok. Igen. És aztán megyünk haza, és lehet, hogy lesz egy kis almás. Micsoda? Mi? Ne. Boldog szülinapot, gyere. Te, hülyem. Boldog szülinapot. Hány éves lettél? Annyi? Jók a lufik. Szép tortád van. Meg szép a kis szalagod. Köszönöm. Az a legszebb.